Jézus Krisztus szolgája mindig figyelmeztet a hamis tanításokra. Valahol ennek a mentén kell gondolkodjunk, ma egy nagyon pozitív hozzáállású világban élünk, ahol azt mondják, hogy lehetőleg minden pozitív módon kell eladni, és csak a jó oldalát kell mondani a dolgoknak. Most egy kicsit ez olyan, mint azt mondaná az apostol, hogy egyébként Timóteus vigyázz a rossz teológiára. Ha azt mondanák, hogy nincs abszolút igazság, akkor nem lehetne azt mondani valamiről, vagy bármiről is, hogy ez hamis tanítás. Nekünk vigyáznunk kell a jó, biblikus, hűséges, Biblián alapuló igehirdetésekre, tanításokra, igeirányvonalakra, mert hogy a Szentírás ebben bennünket különös módon is leterhel. Tehát, hogy már elindulok az Úr útján, akkor járjam az Úr szerinti módon. Ha Istennek tetsző életet akarok élni, akkor az Isten által adott ige határozza ezt meg. És ez legyen egy fontos alapelv mindannyiunk életében. Lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva el fogsz innen költözni. De hogy tudjad, hogy ott is kell keresni egy olyan közösséget, ahol világosan, biblikus módon hirdetik Istennek az igéjét, ezért meg kell ismerni azt is, ami tanít a Biblia, de ismerni kell azt is, ami ellen van a Biblia. Lehet, hogy egyik ponton azt mondom, hogy na, egyetértek én a Bibliával, aztán egy következő percen láttuk, hogy a hamis tanításnál az a különlegesik, hogy lehet, hogy van valami fajta kapcsolata a Szentírásra, lehet, hogy kap egy-két igeverset, csak az a baj, hogy nagyon rossz következtetéseket von le. Az a baj, hogy igazából nem az igazságról szól, nem Krisztusról, nem a kegyelemben való hitről, nem a hit által üdvösséget tanítja, hanem valami más. Legyen bennünk a különbségtétel lelkülete, ugye, hogy Isten szent lelke segít ebbe, hogy különbséget tudjunk tenni. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy akkor minden legyen úgy, ahogy nekem ízlik. Hát most tetszik, az jó. Nem tetszik nekem, az biztos rossz. Hát nem, hanem hogy legyen az Isten szája íze szerint, az Isten szolgája biblikus tanítással táplálkozik. Mert hogy az apostol elmondja, hogy Timóteus, tudom rólad, hogy a hitnek és az igaz tanítás igéivel táplálkozol. Mit szoktál te bevinni lelki táplálékként magadba? Van egy folyamatos táplálkozásod? Mert hogy mivel úgy gondolom, hogy megbízható biblikus tanítással kellene táplálkoznod. Tehát olyan anyaggal, olyan táplálékkal, olyan tanításokkal, amelyek tényleg építenek, amelyek tényleg Istent emelik fel, amelyek valóban Krisztusra mutatnak, amelyek valóban az üdvösség útját láthatják és mutatják. Nem egyéb emberi okoskodások óriási palettájáról, hanem hogy oda vezessen Krisztushoz újra és újra. Másodszorban vigyázz arra, hogy ez egy folyamatos táplálkozás legyen. Ezért bátorítjuk a rendszeres igaolvasást. Mert hogy Isten igével találkozva előbbre jutsz. Bátorítom azt, hogy olvassunk olyan anyagokat, amelyek segítenek elmélyíteni az igei dolgokat. Hogy az ember még jobban el tudja mélyíteni azt, amit szerez a Szentírásból. De ez a célkitűzés. Ha azt mondjuk, hogy lelki emberek vagyunk, a Szentlélek emberei vagyunk, akkor azt jelenti, hogy a Szentlélek által ihletett Szentírás kell bennünket vezessen. Isten szolgájaként látnunk kell azt is, hogy a hamis tanítás haszontalan. 7. vers. Szentségtörő vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Ez a vénasszonyos beszéd, vagy öregasszonyos beszéd, ez az üres, ártalmas és fájdalmat okozó beszédre vonatkozik. És azt mondja, vigyázz, mert hogy a tévtanításnak ez a jellem vonása. Tehát nem úgy van, hogy ami nem használ, nem árt. Hát hogy kiszűröm belőle, ami jó, aztán a többi az amúgy se gond. De gyakran ez a nagy vallási keveredésnek az egyik fő mottója, hogy figyelj, ami nem használ, az nem árt. Tehát a felszerzett dolgokat ne búsulj, mert a negatív dolgok azok nem fognak beléd jönni. Tényleg. Ha kimész az utcára, meg lehet, hogy mind gyöngyszemek fognak felpattanni rád és rád ragadni. Hát nem. Mi fog rád ragadni? Hát a por és a sár és a szemét. És lelki értelem ez ugyanígy érvényes. Mi fog rád ragadni? Ami bejön a szemkapun, a fülkapun, mert hanem a kísértésnek nem volna táptalaja, nem? Így van. Hát nincs így. Tehát vigyázzak, hogy használjon az, amivel foglalkozok. Vigyázzak a haszontalan és üres tanításokkal, mert ártalmasak ezek. Mert majd meg fogod látni, hogy egyik másik bűnödre azokban találsz kollégát, cimborát. Olyan gondolatokat, amelyek támogatják azt, adott esetben bűnt. Hát hogy lehet? Hát úgy, hogy felszedtük. Nem épít, mert időt rabol, mert energiát emészt. De nem csak a tiedet, az enyémet is. Nincs hasznunkra a hamis tanítás. Aki az Isten szolgálja, az érintett a lelki fegyelemben, és az ő célkitűzése az Isten félelem. Vagy mondjuk így, hogy a kegyesség. Tehát azt célozza be, hogy kegyes ember akar lenni.
És itt, amikor azt mondja, hogy gyakorold magad a kegyességben, alapvetően arra utal, hogy hát ha nincs önfegyelmem ebben a gyakorlatban, akkor ez nem nagyon fog működni. Elhanyagolhatom az imádságot hetekre, hónapokra, mert mindig megmagyarázom magamnak okosan, hogy miért kell. Vagy az igeolvasás hasonló mód, azt lehet századik vagy ezredik rendbe tenni. Amikor az Isten félelmem, az én kegyes életem, az Úrral való kapcsolatom a kérdés, akkor ebben akarattal tudjam, hogy mi a célkitűzésem. Ezt hallottuk, hogy a mit csinál a tévtanítás? Azt mondja, hogy az Isten félelmet, ez egy bonyolult, nehéz feladat. Mert itt az Úrral kapcsolatban lenni, és mindig toppon lenni, és mindig napra készen lenni. De figyelj, ennek tudom én egy sokkal könnyebb módját. Láttuk, hogy a tévtanítók mit csináltak. Nekiálltak, és azt ígérték, hogy ezek által van a lelki növek. Tartóztatod magad a bizonyos ételektől, tartóztatod magad a házasságtól, tartóztatod magad az ő ötleteik szerint, ezzel fogsz te előre haladni lelkileg. És ez egy jó csali, mert egy olyan ember számára, akinek nincsenek sikerélményei, nem látja, hogy lelkileg ő mennyire halad, de ez egy nagyon csábító dolog. Az, hogy egy napig nem eszek, világos, nem, hogy miről szól? A tévtanítás azt mondja, hogy a formális tettekben van a lelki növekedés. De Pál azt mondja, hogy nem ezekben van a lelki növekedés. Valaki egyszer azt mondta, hogy egy játék mindig könnyebb, mint a felkészülés és az edzés. Éveken keresztül edzesz, gyakorolsz ahhoz, hogy abban a 15-20 percben, vagy egy órában, vagy másfél órában ott legyél, ahol vagy. És lehet, hogyha imádkozol, igét olvasol, lelki fegyelmet gyakorolsz, önvizsgálatot tartasz, könnyebb lesz szembenézni egy kísértéssel. Önnyik a másikot sétál, és olyan gyönyörű, és a parázna gondolai beleszállnának, azt mondod, hogy ne. Nem mondom, hogy könnyű, hanem azt mondom, hogy a felkészüléssel könnyebb lesz. Vagy nem tudom, egy feleség, aki iránt a férje igen mogorva és igen gonosz. Hogy tudja elkészíteni az ételt és szeretettel várja, stb. Nem lesz könnyű, de könnyebb lesz, ha ezt ő imádságban hordozza. És hogyha a munkahelyen el kell végezni egy olyan munkát, amiért alulfizetett vagyok, lehornak a fekete fődik, és stb. De hogyha, nem azt mondom, hogy ez könnyű, de könnyebb, ha én ezt imában harcolom és edzem, és a belső gyakorlással erősítem meg magam. Nem azt mondom, hogy azért, mert a másik megérdemli, nem ezeken gondolkodom, hanem más motivációt keresek. Az Úrért akarom ezt tenni. Az ő dicsőségéért. Hogy emlékszem, hogy ki az én Istenem. Hát tudod, hogy ki a te Istened? A názáreti Jézus Krisztus. Mindenható Isten, aki életét ad, éretted és érettem, hogy megmentsen és kiszabadítson. És örök életet adott ingyen kegyelemből. Ez az én Istenem. A félelemmel és rettegéssel munkájátokat, üdvösségetek, mondja az egyik helyen a Szentírás, Filippi levélben. Hogy tudok félelemmel és rettegéssel munkálni? Úgy, hogy én is oda teszem magam. Hogy ne az ötleteim, ne a vágyaim, ne a lüdörgésem vezessen engem. Nem tudjam, józan, világos gondolkodás, hogy mi az, ami Isten előtt kedves. És ezért tedd magad elszámoltathatóvá. Ez segít. Hogy kérdezz rá, testvérem, hogy mi van velem. Vagy mikor bajom van, vagy amikor az eszem menne elfelé valamerre, akkor szólok, hogy tessék, figyeljetek, valaki már jöjjön, és mondjátok már meg, és állítsatok le, mert hogy megy el az eszem. Légy elszámoltatható. Légy igeolvasó. Védj rész az Isten, az élő Istennek a tiszteletén. Keresd az olyan alkalmat, lehetőséget, amikor Isten népével együtt lehetsz, amikor Istenre figyelhetsz. És meg fogod látni, hogy Isten megerősít. Meg fogod látni, hogy ezer baj érhet. De mindegyikből ki tud menteni az Úr. Hogy talán ez a leghangsúlyosabb, amit ma el szerettem volna nektek mondani, hogy ne adjátok fel. Gyakoroljuk magunkat az Isten félelemben. A te sanyargatásának kevés a hasznod, de a kegyesség az mindenre hasznos. Tehát valahol látnod kell, hogy a kegyes élet, az Isten félő élet, az Úrra való odafigyelés, az állandó kapcsolattartás, ez mindenre jó. Tehát mindenben megtalálod ennek a hasznát. Sőt, benne van a jelen és a jövendő életigérete. És gondolkodj ezen, hogy mire vagy elhívva. Hogy ezt az életet így élt, vagy Isten arra hívott, hogy Krisztushoz hasonlatos életed legyen. Kinek akarsz élni? Magadnak való életet élsz? Vagy Krisztusnak való életet? Mert jobb az Isten félelem a makegészségnél. Pedig aztán ráállt, az a fontos, hogy egészségesek legyünk, nem? Az a legfontosabb az ember egészsége. Aztán a többi az meg is működik. Tényleg? Azon az apostol, hogy ne haragudjatok, nem tudok ezzel egyet értem. Mert egy lelki egészséggel testi nyomorúságot el lehet hordozni. De fizikai erővel lelki nyomorúságnál annyi.
Ugyan mi kegyelemből vagyunk istenfélők. Mert hogy teljesen Isten az, aki kimunkálja ezeket a dolgokat bennünk, másfelől van egy aktív oldal, ami minket érint. Hogy mi magunk is kell erre törekedjünk. Tehát attól, hogy Isten kegyelmes volt hozzám, ez nem azt jelenti mostantól fogva, a saját eszem szerint kell éljem az életet. Nem arról beszéltünk, hogy az elménk megújult. Ugye a metanója, a megtérés szó ezt jelenti. Az elme megújulása. Hogy lehet megtérni? Megújul az elmé, másképp kezdek gondolkodni. Megváltozott a szív, más a vágya, és egyebet tűzött ki célul. És az én célkitűzésem Krisztus képére és hasonlatosságára élni. És testvérek, ezért munkáljátok félelemmel és rettegéssel a ti üdvösségeteket. A testedre is oda kell figyelj. De ennél még fontosabb, hogy hogy néz ki a te lelked. Az Isten elé fog menni. És ezért keressétek az odafelvalókat, és ne a földiekkel törődjetek. És testvérek, azért van erre a figyelmeztetésre ma is szükséged, mert ma is ezt elfelejtetted. És a földi fontosabb, mint a mennyei. És erre bátorítlak, vigyázzatok és figyeljetek a mennyeiekre. Amen.